19. rész. És Lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl. És követé őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket. És hozzámenének a farizeusok kísértvén őt, és mondván, szabadé az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani. Ő pedig felelvén mondta, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket? És ezt mondá, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondanékik, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt és mást vesz el, házasság törő. És aki elbocsátottat vesz el, az is házasság törő. Mondának néki tanítványai, ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be. Ekkor kisgyermekeket hozzának hozzá, hogy kezeit vesse azokra és imádkozzék. A tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit reájuk vetvén, eltávozik onnan. És íme hozzájövén egy ember mondanéki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint te magadat. Mondané ki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondané ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, s jár, kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet halván, elméne megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelvén Péter mondanéki, ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondanékik, bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit,
vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.